Hát sziasztok! A Széria 15. fordulójában játszották az internacionális párma mérkőzést, ami nekünk magyaroknak nem csak amiatt volt érdekes, hogy Balogboton pályára lépett, hanem amiatt is, mert nagy a arra, hogy az internacionál elviszi Balogbotondot, Bárnabéval közösen, tehát két párma játékost is elvisznek egyszerre, erről szóltak a hírek az elmúlt hetekben. Most egy kicsit leült ez a téma, és a Balogbotond korai kiállását látva lehet, hogy még inkább leült majd de reméljük, hogy a sérülése az nem nem hosszú ideig tartó, és nagyon hamar fel fog belőle gyógyulni, ahogy úgy lépkedett, meg ment, úgy, úgy látszott, hogy azért nem olyan nagyon komoly. de, de térjünk rá a, a mérkőzésre. Ugye három egyre nyert az Inter, de hát minket ez kevésbé érdekel, ráadásul az esélyes csapat nyert, és a Párma ezután a meccs után a 11 -dik. Sokkal inkább az érdekel, hogy a szokásos fehér mezben balog ugye a védelem tengelyében pályára lépett, és az Inter pedig a megszokott otthoni kékfehérben, kék-feketében, kék A második percben négy jó passzai is van balognak. Hátul passzolgatnak, ebből egyszer hazaadja, egyszer előrefele, és, egy, és kétszer adja előrefele, és egyszer pedig oldalra. A harmadik percben pedig megint előrefelé játszik jól, mindegyik labdája pontos, helyén van, tehát látszik, hogy jó formában van, maga biztosan játszik. Sőt, a negyedik percben Lautaro egy kicsit eltolja a tizatoson belül a labda alól, erre nem szoktak 11 adni, viszont így nem tudja megjátszani. Ezután pedig a védelemmel nagyon rutinos nagyon okosan le csapdázzák ugyan tehát azt kell mondjam, hogy a két mozdulatot látva az ember azt mondta, hogy itt egy jó, jó meccs lesz balok szempontjából. Az ötödik percben aztán megelőzve Lautaro martinez terügi a labdát, majd pedig a nyolcadik percben a középre rakott labdát magasan felfejeli, és a párma jön. Úgyhogy összesen tulajdonképpen hat labda érintése volt. mert ugye a kilencedik percben az történik, hogy, hogy az egyik csapattársa jön visszafele Lautaro Martinezzel, akit meglök, és először úgy tűnik, 11-es a var elég sokáig nézi, és aztán megadnak egy szabadrugást, a szabadrugást elrúgják, kimegy szögletre, és akkor leül balogboton. Tehát az ő meccse az gyakorlatilag ennyi volt. Ugye elkezdtem utána olvasni, hogy mi történhetett, és azt látta a Gazetto Dello Sportban, hogy izomhúzódása volt. Tehát ebből gondolom, hogy remélhetőleg egy pár hét alatt ez kipihenni, és akkor utána már újra a csapata rendelkezésére áll. Úgyhogy ez most egy ilyen nagyon-nagyon rövid videó volt, nagyon a mozgott, szerintem jó Játszott volna a mérkőzés további részében is. Biztos, hogy az, az is motiválta őt, hogy az Inter vezetősége vegye észre, lássa, hogy milyen jól játszik. Hát sajnos ez most elmaradt, és nagyon remélem, hogy nem az, ez nem a szerződésébe fog kerülni. Én azt gondolom, hogy az Internél nagyon komolyan értenek a focihoz, tehát nem abból fognak kiindulni, hogy ilyen könnyen megsérült, hanem egyszerűen abból fognak kiindulni, hogy a többi meccsen mit produkál, mit teljesítsenek. Ennek alapján reméljük, hogy elviszik majd akár már tavasztól, de nyártól nagy valószínűséggel. Na hát ennyit szerettem volna mondani. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, a tetszett nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, segítsd a munkámat, hajrá Magyarország, hajrá Balogh Botond, a jó Isten áldjon meg mindenkit.